Tehát ő vállalt egy egyedüli mászást. Az egyedüli mászásnak külön vannak veszélyei, mert nem tudja kivel megkonzultálni. Tehát, hogyha mit tudom, a Klein Dávid a közelében van, és látja, milyen állapotban van, akkor azt mondja, te figyelj ide, Szilárd, ez nem megy, forduljunk vissza. Én a saját példámat tudom elmondani, amikor feljutottam a Csólyúra, előtte 6 nappal eljutottam 8000-re. A Csólyún a 8000-es magasság már a fensíknak a belépő része. Gyakorlatilag szintben volt egy másfél-két óra a csúcs eléréséig, és elkezdett fújni a szél. De nem pont úgy, mint egy átlagos szél, hanem nagy széllökésekkel 100-120 kilométeres szél. Mi 6-an indultunk akkor el, 4-en korábban visszafordultak, 2-en voltam egy Tóth Csaba nevű barátommal, és elkezdtünk egymás szemét kontaktusban keresni, hogy mi legyen. Nekem azért volt nehéz dolgom, mert mint említettem, 52 éves elmúltam már, most egy ilyen csúcsnak a közelébe ott lenni, és nem fölmenni, hát ez az egyik verzió. A másik, hogy visszamenni, és soha többé nem jutni egy ilyen lehetőséghez, azért az nagyon elgondolkoztató. És nekem akkor 2,5 éves volt a kislányom, a Juditka, és becsuktam a szemem, és megjelent az arcocskája. És akkor azt mondtam, hogy menjünk vissza. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, ez a Hetek Originals, és mai vendégünk Pajor István, sportújságíró, szakedző, és hosszan sorolhatnám még itt a titulusokat, és hegymászóként is, mindenképpen a mostani témához kapcsolódóan ebben, de nem is a titulusok itt a lényegesek, hanem az, hogy itt vagy a stúdióban, köszönjük, hogy mert közel 20 éve szerzőként is erősíted a lapunkat. Szervusz! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és örülök annak, hogyha megkerestek, mert így lehetőségem van sporttal kapcsolatos ismeretanyagomból, tapasztalataimból minél többet átadni a hallgatóknak. Ugye most az a mostani beszélgetésünknek az aktualitását ez egy héttel ezelőtti hegymászó tragédia adja, és te azért is egy különleges megszólaló vagy ebben a témában, mert ha jól tudom, akkor magad is jártál 8000 méter fölött. Mikor és hol volt ez? Hát annyit kell erről tudni, hogy egy sífutó pályafutásom előzte meg a hegymászást, aztán az egyik munkahelyemen kerültem kapcsolatba egy hegymászóklubbal, 1984-ben, akkor én már 46 éves voltam, tehát nem feltétlenül hegymászó kezdő időpont volt, de ettől függetlenül hát elmondhatom, hogy ezzel a viszonylag rövid idő alatt teljesítettem 8 5000-est, 4 6000-est, 1 7000-est, és 1990-ben 52 évesen 1 8000-est, oxigénpalasz nélkül. Az a Csólyú, ami a Föld hatodik legmagasabb. A Himalájában. A Himalájában. Igaz az is személyes tapasztalatból, hogy egy sportembert is, hogyha rákap a hegymászásra, akkor valahogy ez beszimpantja, erősebben beszimpantja, mint mondjuk a tenisz, amit szintén gyakoroltál, vagy az atlétikának, vagy csapatsportoknak más ágai. A hegymászás az egy teljesen külön világ, tehát jól lekövethető, hogy milyen hihetetlen népszerűsége van, akár az Alpokban, akár Dél-Amerikában, Colorado-ban, akár a Himalájában. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor megérinti az embert a természet, és ezen belül a hegymászás, az egyfelől azért is különleges, mert akár csak a geológiai szempontból vizsgálom, és azt mondom, hogy a Zugligetből a libegő alatt fölmegyek a Jánoshegyi kilátóba a saját erőmből, és ha a kilátóból körülnézek, akkor azt látom, hogy a környezet mind lejjebb van, alattam van, és csodálatos környezetet láthatok meg. Természetesen abban az esetben, amikor egy magasabb hegyre jut fel az ember, akkor ez fokozottabb. És a magasabb hegy egyben azt is jelenti, hogy lehetnek technikai nehézségek, fizikai nehézségek, és ezeknek a leküzdése mindenképpen
egy meg kitáruló belső világot ad az embernek. Ezt úgy érted, hogy nyilván, ahogy mondtad is, mindenki megtapasztalja azt, hogyha fölmegy, akkor gyönyörködik a tájba, gyönyörködik a perspektívába, nyilván az ingatlanok is, amelyeknek panorámája van, és magaslatiak, ezért is értékesebbek. De van egy olyan határ, ami fölött már ez a fajta élmény, turisztikai, esztétikai élmény átmegy valami másba, valamilyen belső, ugye szokták ezt mondani, én is így olvastam, hogy valami fajta spirituális élményt is jelent. Hát meggyőződésem, hogy úgy van, ahogy mondod. Nekem egy nagyon sajátos megközelítésem van, mert a feleségem óva intett, hogy ezt elmondjam, de nem tudom visszatartani. Nevezetesen arról van szó, hogy az ember itt a Földön valamelyest egy kicsit azért ér, hogy sikerélményei legyenek. Egy háziasszonynak sikerélmény, hogyha egy jót főz, és a vendégek ezt jól érzik, hogyha tiszta a lakás, és megdicsérik. Abban az esetben, hogyha valaki egy fizikális jellegű teljesítményt tesz le, akkor nyilvánvalóan ez a sikerélmény több. Na most, hogyha ez egy vitális veszélyekkel is jár, ami azt jelenti, hogy esetleg az egészségét veszélyeztetve, nyilvánvalóan ez a sikerélmény nagysága fokozódik. És amikor fölkerül az ember egy magas hegyre, egy nagyon magas hegyre, akkor nyilván egy olyan sikerélményhez jut, ami máshoz nem fogható. Lehet, hogy a beszélgetés elején egy kicsit eléje vágok ennek, de nekem a csólyú 8201 méteres elérése és az onnan való lekerülés egészségben egy kicsit olyan, mint nekem egy olimpiai aranyérem. Most említett az olimpiát, talán az olimpiához kapcsolódó az a mondás, hogy gyorsabban, messzebbre, magasabbra, és ugye a hegymászásnál azért is kérdeztem az előbb ezt a fajta spirituális élményt, minden emberben megvan az a fajta vágy, ami fölfele vonza őt. És itt van egy, ahogy mondják, egy tengerszint feletti magasság, vannak szintek. Ugyanakkor azt meg akartam kérdezni, hogy ugye a földi legmagasabb hegyek ilyen 8 és 9 ezer méter, Amerika, 9 ezer méter. Igen. Hogy mi lenne akkor, hogyha a Földön a legmagasabb hegy mondjuk 12 ezer méter lenne, tehát ahova már talán oxigénpalackkal sem, de anélkül meg biztos, hogy nem lehetne elérni. Akkor is az egy ilyen kihívás lenne, vagy ez, hogy pont ilyen magasak ezek a hegyek, azok egy plusz ösztönzőt adnak? Hát tekintve, hogy a hetek meghívására vagyok, így visszautalhatom azt a kérdést, ezt a mindenhatóval kéne lerendezni. Feltétlenül. De úgy, mint sportember, mint hegymászó, azt kell, hogy elmondjam, hogy valóban a 8000 métertől, vagy már az alatt is, az az általános szakmai álláspont, hogy az ott egy halálzóna. Ugyanis mi történik az emberrel, amikor elindul fölfele? Tehát körülbelül 2500-3000 méternél már egy átlag ember is meglehetősen gyakran kapkodja a levegőt, egyszerűen azért, mert a szervezet működéséhez az oxigénre szükség van, és minél magasabbra jut az ember, az oxigén parciális nyomása, részleges nyomása egyre kevesebb. 5200 métert elérve az oxigén nyomása pont 50%-a a tengerszintinek. 8000 méter fölött, vagy 8200-on, ameddig én eljutottam, ott egyharmada az oxigén parciális nyomása. Most mik történnek ebben a magasságban? Erről tudok, miután arra jártam, bőségesen nyilatkozni, beszélni. Hát mindenek előtt jóval kevesebb oxigén jut a szervezet legfontosabb egységéhez, az agyhoz. Tehát az azt jelenti, hogy a különböző döntések vonatkozásában, és egyáltalán a helyzet megítélése vonatkozásában egy retardált állapot áll fönt. Egyfelől, másfelől, tekintettel arra, hogy kevesebb az oxigén, az izmok is kevesebb oxigénhez jutnak. Ennek a következménye az, hogy teljesen lelassul az ember. Tehát az, amit itt tengerszinten, mit tudom én, tud valaki 5 perces kilométereket futni, az fönt abban a magasságban az úgy történik,
hogy egy kicsit átmegy az ember egy csigába, vagy két csigába. Tehát azok, akik nagyon jó élet minőségben, jó adaptációval, jó vértranszplantációval rendelkeznek, azok gyorsabban tudnak menni az átlagembernél ebbe a magasságba. De mindenképpen itt az ember lelassul. Tehát nem csak gondolkodásban, hanem fizikálisan is. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor egy 7000 méter körül egy sátrat kell építeni, akkor ahhoz, hogy a sátrodat, a pálcákat összedugjad, nagyon nagy erőfeszítésre van szükség. Amikor a Himalájában, az előretolt alaptáborban egy úgynevezett nagyobb sátrat állítottunk föl, akkor el kellett menni egy-egy kőért, és a köveket ráhelyezni a sátor szélére. Ezek nagyon komoly fizikai igénybevételt jelentenek. De jól emlékszem arra, amikor illetve második legmagasabb hegyére, Dél-Amerika legmagasabb pontjára, az Aconcaguára jutottam föl, egyébként 63 évesen csípőprotézissel, ez is egy eléggé sajátos rekord, mert csípőprotézis nem olyan gyakran cipelnek 7000 méterre. Arra emlékszem, hogy az utolsó 600 méter az egy nagyon meredek hegyvonulat volt, egyfelől, de ugyanakkor kétféle talaj volt, vagy sziklák voltak, vagy ilyen nagyon laza homokos talaj. Ha laza homokos talajon lépdeltem, akkor kettő előre, egy vissza. Ha meg a sziklákon mentem, akkor azon kellett jószerivel szögdelni. Ez azt jelenti, hogy kettőt szögdeltél, és utána megálltál egy percre, vagy két percre. Említetted most a csípőprotézist, és ugye te készítettél egy interjút annak idején Erős Zsolttal a Hetek számára, az egyik utolsó interjú volt, amiben Erős Zsolt beszélt arról, hogy miért vállalta ő a balesete után azt, hogy inkább amputálják a lábát, mint hogy egyébként, ha jól értettem, akkor menthető lett volna valamilyen szinten, azért, hogy visszamehessen a hegyre. Én azt gondolom, hogy egy átlag ember, aki megy a nagykörúton, vagy eljön a Hetekbe, vagy itt van az Isten tiszteleten, roppant nehezen tudja értelmezni azt, amit egy élsportoló, vagy egy válogatott sportoló csinál. Mert most, ha csak nem csak a hegymászással foglalkozunk, hanem csak mint egy válogatott atléta, hogy milyen fájdalomtűréssel kell végezni az edzéseit, akkor felvetődik benne, hogy miért. Ennek a miértnek nagyon sok válasza van, de én egy olyan megközelítést szeretnék most elmondani, ami egy picit idegen az átlagembertől. Tehát én azt gondolom, hogy az élsportnak, beleértve az extrém sportot, beleértve a hegymászást, van egy vonulata. Tehát amikor az ember haladás görbéje valahol azért, akármennyire borzasztó világban élünk, de azért mégiscsak egy fejlődő stádiumban van, annak a hátterében feltétlen ott vannak azok, akik először mentek a sarkkörre, akik először vállaltak tengeren átkelést, akik először ültek be egy olyan repülőgépbe, ami nem biztos, hogy át tudja szelni az Atlanti-óceánt, és ebbe a vonulatba tartozik bele a hegymászó azért, mert egy olyat vállal, ami valamelyest veszélyezteti az egészségét, az életét, és akkor felvetődik a kérdés, hogy miért. Hát egyfelől van az a sikerélmény, motiváció, amiről az előbb beszéltem, másrészt azért van egy olyan vonulata ennek a dolognak, hogy ez a fajta mentalitás, ez a fajta gondolkodás, ez a fajta vállalás egy kicsit valahol előrébb viszi az embert, a népet, az emberiséget is. És visszatérve a kérdésre, Erős Zsolt azért vállalta az amputációt, mert nem volt benne biztos, hogy a sérült lábával bármit is tud. De azt tudta, mert már volt rá előzmény, hogyha kap egy implantátumot, egy protézist, akkor azzal, ha nem is úgy, de fog tudni teljesíteni. Mind ahogy felkerült a locséra, ami 8515 méteres magasság, és azt már amputáció utáni protézissel teljesítette. Azt lehet tudni, hogy az ő végzetes balesete az nem a lába miatt történt. Na, hát ez megint egy összetett kérdés. Én erre azt gondolom,
több oldalról lehet megközelíteni. Tehát az egyik kérdés, hogy ő különleges képességekkel rendelkezett, tehát nagy magasságban is tudott olyan teljesítményt nyújtani, amit nagyon kevesen a világon. Ennek ellenére egy picit túlvállalta magát. Ez a pici ebben az esetben az életbe kerülhet. Tehát ez az egyik vonulata a dolognak. A másik vonulata, én azt is leírtam annak idején a nekrológiában, hogyha neki lehetősége lett volna egy pár száz kilométerrel még arrébb jutni Európában, mondjuk Németországban, akkor lehet, hogy még az élők között lenne, mert ugyanis a szerény anyagi háttérből neki szoros időintervallumba kellett teljesíteni, ami azt jelenti, hogy a rövidebb akklimatizációs időszakokat kellett neki teljesíteni. Tehát, hogyha neki több ideje van akklimatizálódni, akkor lehet, hogy még itt élne a Földön. Ez az egyik. De a másik, amire visszautalok, hogy valóban picit túlvállalta. De én magam is 4000-ről 6500-ra, közel 1500 szintet teljesítettem egy húzamba, de az más 4000-ről 6500-re, vagy 4001-ről 6500-re, és teljesen más 7001-ről 8500-re. Ez egy óriási különbség, tehát abban az esetben, ha valaki ilyet vállal, ebben benne van az a kockázat, ami már az ő képességeit is meghaladja. Ugye most, ami miatt itt is ülünk a téma miatt, ugye Suhajda Szilárdnak a tragédiája az egész országot megdöbbentette, és nagyon sokan elmondták nagyon sok irányból a véleményüket, és most azt gondolom, inkább tiszteletben is tartva most már egy hét távlatából a családnak is a család iránti együttérzést, és nem az ő esetét szeretném így körbejárni, hanem inkább ezt, amiről elkezdtünk beszélgetni, a hegymászásnak, a, úgy tetszik, a lélektanát, és, de azért megkerülhetetlen az a kérdés, ha már Erős Zsolttal kapcsolatban mondtad azt, hogy túlvállalta magát. Ugye nyilván ennél az esetnél is fölmerült az, hogy időben le kellett volna állni, és vissza kellett volna fordítani. De mennyiben van ebben szerepe annak, hogy a hegymászó ugye nem csak a saját magát képviseli a hegyen, hanem hogy ott áll mögötte egy nagy csapat, ott állnak mögötte szponzorok, ott áll mögötte, úgy tetszik, egy egész ország, amelyik hajtja őt fölfelé. Hogy amikor egyedül marad egy hegymászó a hegyen, akkor nem jelent ez a fajta elvárás felé egy olyan hajtóerőt, ami adott esetben beleviheti egy túlvállalásba. Nagyon szimpatikus a megközelítésed. Nagyon kevesen vannak most ebben az országban, ahol valahol láttam egy ilyet, hogy hirtelen egyik napról a másikra 10 millió hegyi mentő és hegymászó szakember vált Magyarországon. És egy sem volt olyan, aki vagy nagyon kevesen voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Suhajda Szilárdért nem feltétlen a saját nimbuszának a piedesztára emelése az elsődleges cél, hanem igenis, hogy legyen már egy magyar állampolgár, aki teljesíteni tudja ezt a rendkívül szűk létszámú népességet, hogy valaki Magyarországról tudjon egy ilyet teljesíteni. Igenis, ez így van pontosan, ahogy mondod, és szeretném is egy kicsit menteni a saját felelősségét, vagy felelőtlenségét azzal, hogy ő nem csak a saját dicsőségéért tette azt, amit tett. Természetesen egy nagyon fontos kérdésre vissza kell utalnom a beszélgetésünk egy korábbi szakaszához, nevezetesen, tehát amikor 8600-8700 méteres magasságban van egy élő lény, vagy egy ember, akkor olyan körülmények közé kerül, amit nem lehet előtte kipróbálni. Nem tudhatja senki, és ő sem tudhatta azt, ő járt 8600-on, de nem tudhatta, hogy 8700-on hogy fog viselkedni. És ez jelen esetben azt jelenti, hogy életani szempontból elkezd sűrűsödni a vér. Nincs elég folyadék nála. És egyáltalán nem lehet pontosan tudni, hogy ő, Suhajda Szilárd, 8700 méteren, hogy fogja lereagálni a szervezete a körülmények
behatását. Ugyanis a vér sűrűsödése azzal jár, hogy vérrögök alakulhatnak ki, nevezetesen a legkritikusabb részébe az embernek az agyban. Most, hogyha egy ilyen folyamat, akár a tüdőben is elő szokott fordulni egyébként, akkor egy ilyen fulladásos állapot áll be, tüdőembolia esetében egy alacsonyabb magasságon is már bekövetkezik, volt rá bőven példa a hegymászás történetében. Tehát akkor, amikor oda kerül, akkor derül ki, hogy ő most hogy fog erre a dologra reagálni. De a motivációk között egészen biztos vagyok benne. Még azok számára is mondom ezt, akik bibliai megközelítésből első intrádára azt mondják, hogy hát ez Isten kísértés. Kétségtelen, hogy olyan vállalást tett célként maga elé, amiben egy bizonyos aspektusból ez is megközelíthető. De azért ne felejtsük el, hogy azok az emberek, akik az előző évszázadok óta túlvállaltak, és valahol jeget törtek, azok az emberiség jobbítása érdekében is tettek valamit. Én azt gondolom, hogy Suvajda Szilárd, amikor fölért volna, ha nem történik az, ami történt, biztos vagyok benne, nem csak arra gondolt volna, amikor a magyar zászlót kitűzi a csúcson, hogy hoppá, ez nem én vagyok, hanem a magyar embernek a dicsősége. És azért ez mindenképpen figyelembe veendő azok számára, akik csak azzal a kritikával illetik, hogy otthon hagyta a feleségét, a gyerekét, és kizárólag magára gondolt. Ugye mindenképpen két dolog áll konfliktusban egy ilyen helyzetben egymással. Úgy hívtam a Róna Jégon beszélgetés, hogy ütköző zóna van a vágyak és a lehetőségek között. Igen, talán ez még pontosabb. Tehát, hogy van egyrészt néz fölfelé a csúcsra, ugyanakkor ott van az a háttér, ami felé neki felelőssége van. A felkészülés során építenek be a mászók maguknak ilyen vészjelzőket, vagy kontroll visszajelzést, hogy eddig a pontig mehetek, és itt meg kell állni, vagy ezt eleve nem teszik meg, úgyis egyedül vannak, és úgyis ahogy mondtad, egy valami ilyen szinten megváltozott tudatállapotba kerülnek, tehát ott helyszínen ösztönösen döntenek. Hát köszönöm a kérdést. Azért ez nagyon ritkán olyan fordul elő, hogy valaki jól úszik 100 métert, vagy 1500-at, vagy 10 kilométert, és fogja magát, és nekiáll fölmenni egy magas hegyre. Tehát általában, ha valakinek az a kihívása, elhívása, hogy följusson egy magasabb hegyre, és ez én is ugyan szerint gondolkodtam, mielőtt nekivágtam annak a magas hegynek az elérésére, hogy azért előtte el kell, hogy jusson egy-két olyan hegyre, amiből következtetést tud levonni, hogy a szervezete miként reagál erre. Tehát őnek is, Erős Zsoltra visszatérve, 10 8000-ese volt a 14-ből. A Suvajda Szilárdnak 3 8000-ese volt, egy broad peak, ami 8051 méter, volt egy K2 2019-ben 8611, és volt egy locse, ami 8515. Na most ezek 8000-esek, tehát az azt jelenti, hogy kipróbálta a szervezetét egyfelől. Másfelől, amikor megérkezik az alaptáborban, akkor sem ez úgy történik, hogy pif-puf nekivágok. Van ilyen, hogy expedíciós, van olyan, hogy alpin technika. Ő az expedíciós stratégiát választotta, tehát az azt jelenti ebben az esetben, hogy följebb megy, fönt alszik, visszajön. Följebb megy, épít egy tábort, visszajön. Tehát ő ezt elég körültekintően betartotta. Tehát ez, amit te céloztál, az gyakorlatilag úgy hívjuk, hogy akklimatizációs túrák. Ő ezeket az akklimatizációs túrákat megcsinálta. Most itt halványan megint megjegyzem, hogy jöttek olyan hírek is, hogy köhögött, ezek nem olyan jó hírek. Tehát akkor, amikor az ember ilyen kitett körülmények közé kerül,
akkor minden. Hát csak egy példát mondok, hát ha valakinek lecsúszik a kezéről, a két kesztyűről, az egyik lecsúszik az egyik kezéről, az a életébe kerülhet. Ilyen apróságon múlik. Egy rossz lépés az életébe kerülhet. Ott, abban a magasságban. De hogy ezt miért csinálja, arról eddig már beszéltünk. Tehát én azt gondolom, hogy ő azért felvértezte magát, de újra vissza kell utalnom arra, amiről még egyébként, illetve nem visszautak, hanem most mondom először, tehát ő vállalt egy egyedüli mászást. Az egyedüli mászásnak külön vannak veszélyei, mert nem tudja kivel megkonzultálni. Tehát, hogyha mit tudom, a Klein Dávid a közelében van, és látja, milyen állapotban van, akkor azt mondja, te figyelj ide, Szilárd, ez nem megy, forduljunk vissza. Én a saját példámat tudom elmondani, amikor följutottam a Csólyúra, előtte 6 nappal eljutottam 8000-re. A Csólyún a 8000-es magasság már a fensíknak a belépő része. Gyakorlatilag szintben volt egy másfél-két óra a csúcs eléréséig, és elkezdett fújni a szél. De nem pont úgy, mint egy átlagos szél, hanem nagy széllökésekkel 100-120 kilométeres szél. Mi 6-an indultunk akkor el, 4-en korábban visszafordultak, 2-en voltam egy Tóth Csaba nevű barátommal, és elkezdtünk egymás szemét kontaktusban keresni, hogy mi legyen. Nekem azért volt nehéz dolgom, mert mint említettem, 52 éves elmúltam már, most egy ilyen csúcsnak a közelébe ott lenni, és nem fölmenni, hát ez az egyik verzió. A másik, hogy visszamenni, és soha többé nem jutni egy ilyen lehetőséghez, azért az nagyon elgondolkoztató. És nekem akkor 2,5 éves volt a kislányom, a Juditka, és becsuktam a szemem, és megjelent az arcocskája. És akkor azt mondtam, hogy menjünk vissza. És veszélyeztetve azt, hogy valaha is följutok. De a mindaható kegyelméből 2 nap pihenés után le kellett mennem az alaptáborba, mert ilyenkor már nem lehet az utolsó táborig, mert akkor már kimerült az ember. Innen 8000-ről vissza kellett mennem 5700-ra, eltölteni ott 2 napot, és utána újraindulni, és kezdeni újra a magashegyi táborok elérését. Most a Szilárdra vonatkoztatva nem volt kivel konzultálnia. Te meghoztad volna egyedül ezt a döntést, amit most itt leírtam? Arcátlanság lenne azt mondani, hogy igen. Én az én esetemben meghoztam, de lehet, hogy ez szellemi vezetés volt. Ő akkor ott egyedül nem hozott jó döntést, mert már hosszú ideje volt talpon, ahogy úgy mondjuk mi, hosszú ideje. És, ami még ehhez hozzájött, a haladási sebessége borzasztóan lelassult. Nekem akkor ott, meg amikor vissza is jöttem, elég jó állapotban voltam. De a Szilárd nem volt abban az állapotban, ugyanis szó van itten technikailag arról van, hogy Hillary lépcső az egy utolsó neredek felszökés az Everest eléréséhez, ahol technikai nehézségek is vannak, ő a Hillary lépcső aljában voltak, feltehetően ezt a Hillary lépcsőt talán meg tudta volna oldani jó állapotban. És akkor is, ha fölkerül a Hillary lépcső tetejére, azt tudni kell, hogy az Everestnél utána még egy elég hosszú gerincen kell végighaladni. És ez a, ha nincs rossz idő, akkor is időigényes dolog. Ami azt jelenti, hogy a időigényes. És hogyha valaki nincs jó állapotban, akkor elfogy. Ő elfogyott, és neki korábban kellett volna meghozni azt a döntést, hogy esélyt adjon magának arra is, hogy esetleg később teljesítse ezt. Neki nem lett volna ez az utolsó dobása. 40 éves volt. Tehát hogy kell elképzelni azt, amikor egy ilyen expedíciót megterveznek, mögé állnak, hogy ez jelentős összegekbe is kerül, akkor kudarc esetén egy mászónak azzal kell számolnia, hogy hát a következőre már nem, vagy csak sokkal nehezebben tudja összegyűjteni a támogatást? A Suhajda Szilárd esetében nem gondolnám ezt. Azért nem, mert nagyon szép teljesítmények voltak a háta mögött. Jó volt a média visszhangja, óriási média
ismeretanyag terítődött az egész országra, nem véletlenül. Én ott voltam a megemlékezésen a ATV beszélgetés után, én csak annyit tudok ebben kapcsolatban konkrétumként elmondani, hogy a barlang, ahol ez a megemlékezés volt, a Szépvölgyi út közelében, onnan a barlang bejáratától körülbelül egy ilyen 400 lépcső, meredek lépcső kellett felhaladni az emlékhelyhez. Hozzávetőlegesen ez legalább egy 600 méter, és nagyon meredek. És ezen az utcán álltak sorba az emberek, és még előttük 600 méteren keresztül. És hát én nem teljesen etikusan, de soron kívül felmentem részben, kor részben más ok miatt, és úgy tettem tiszteletemet, de az a hihetetlen embertömeg, aki este fél tízkor azért áll sorba, hogy esetleg éjjel egy órakor odajusson, ez arra enged következtetni, hogy ő egy szeretett egyénisége volt ennek az országnak. Tehát nem olimpiai bajnok volt, de mégis én azt gondolom, hogy egy szimpatikus ember hatást keltette. És ez válasz lehet arra is, amit kérdeztél, hogy attól, hogy ez nem, tehát a Klein Dávidnak is több kísérlete volt, és azért talált támogatót. Én hiszem, hogyha visszajött volna, lett volna esélye arra, hogy ugyanúgy kapjon egy komoly támogatást. És nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Én is azt gondolom, hogy maradjon meg Szilárd is így mindenkinek az emlékében egy szeretett személyként, ezzel tudjuk talán legtöbbet tenni a családjának is. És még végül egy kérdés. Tudom, hogy a hegymászás és a tenisz mellett a nagy szerelmed az atlétika, és itt állunk egy atlétikai világbajnokság előtt. Fogod követni az eseményeket? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy engem is vannak, akik kedvelnek és szeretnek, és egy pozitív visszajelzés a Magyar Atlétikai Szövetség elnökétől, hogy hozzájuthattam egy akkreditációhoz, azok kevesek közé tartozom, akik Magyarországon élőben ott lehetnek az atlétikai világbajnokságon, és egyben föl is ajánlom azt, hogy számíthat a szerkesztőség a munkásságomra. Nagyon köszönjük előre is, és számítunk is rá. Nagyon jó egészséget kívánunk is, meg utána is, és köszönjük, hogy itt voltál velünk a stúdióba. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy ezen a héten is követtek bennünket, közel 36 ezeren feliratkoztak már a csatornánkra, ha még nem tették volna meg, akkor kérem, hogy csatlakozzanak, a jövő héten is jelentkezünk naponta hírösszefoglalókkal, elemzésekkel, interjúkkal. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönöm.